csökkente a munkanélküliség Észak-Bácskában is, szűkeben Szabadkán is. Ha igen, akkor mennyivel? Az Északbácskai Körzetben is csökkent a munkanélküliek száma, és az adatok a következők. 7968 személy van feljegyezve az Északbácskai Körzeti Munkanélküliek listáján, Szabadkán viszont 4700. Ha ezeket a számokat összehasonlítjuk a 2017-es évvégi számokkal, akkor észrevehető az, hogy 12%-kal csökkent a munkanélküliek száma. No, hát ez nagyon jó hír. Mi ennek az oka, hogy csökkent a munkanélküliség? Egy része ugye a munkanélkülieknek el is helyezkedett. Tavaly a 2018-as évben az Északbácskai körzetben 4352 személy kapott munkát, Szabadkán viszont 3185. Legtöbben középiskolával helyezkedtek el, és pedig 50%-a munkanélkülieknek, 40%-a általános iskolai végzettségű, akik elhelyezkedtek, és 10%-a főiskolával vagy Egyetemi végzettséggel. Ez most azt jelenti, hogy a főiskolások, egyetemi végzettségiek könnyebben találnak maguk is munkát, nem fordulnak a szolgálathoz, vagy pedig azt jelenti, hogy a szakmunkásokra van leginkább szükség. Inkább a szakmunkásokra van szükség, és lehet azt mondani, hogy azok a keresettebb szakmák közé tartoznak. Milyen a munkanélküliek összetételeit Szabadkán vagy Északbácskában? Tehát gondolok itt nők vannak többségben, férfiak milyen korosztályúak. Itt érdekes adatok vannak. Az Északbácskai körzetben 50% a munkanélkülieknek nők, viszont Szabadkán 48% a nők. Tehát egy kicsit több a férfi a munkanélküliek listáján, mint a nő. Lehet, hogy azért, mert hogy úgy nevezzem, ilyen női szakmák keresettebbek, vagy a nők könnyebben helyezkednek el, ez egy oka lehet annak, hogy ezek az adatok ezt mutatják ki. És szakképzettség szempontjából, tehát milyen munkanélküliek várnak leginkább, illetve hány évesek? Ha az iskolai végzettség alapján nézzük a struktúrát, akkor 50% a munkanélkülieknek általános iskolát fejezett, 40% a középiskolát, és 10% a főiskolát vagy valamilyen egyetemet. Életkor szerint 50 év felettiek 38%-kal szerepelnek a munkanélküliek listán, viszont a fiatalok 30 év alatt 20%-a a munkanélküliekből. Most átlagosan mennyi időt várnak a munkanélküliek állásra? Tehát van-e ilyen, hát valamilyen törvényszerűség? Hát lehet azt mondani, hogy legtöbben három hónapot várnak a munkára, tehát ahhoz, hogy munkát találjanak, viszont vannak olyanok is, akik több évet vannak már a munkanélküli listán. Milyen volt az elmúlt éve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak itt az Iszak-Bácskai körzetben, Szabadkán? Tehát mennyire voltak sikeresek azok a foglalkoztatás segítő programok? Különböző programok voltak tavaly, tavaly előtt és azelőtt is, tehát körülbelül hasonló programokat szervezünk minden évben. A munkaadók részére, meg a munkanélküliek részére is vannak különböző programok. Lehet azt mondani, hogy elég sikeresek voltak. Egyik közülük az új munkahelyek támogatása. Itt a munkaadókat támogatjuk, 91 személy kapott munkát ezeken a programokon keresztül, és ebből 5 fogyatékkal élő személy. A közmunka programon keresztül 170 személyt tudtunk foglalkoztatni, ebből 33 fogyatékkal élő személy. Az önfoglalkoztatási program az egy program, ami a munkanélkülieket, amivel a munkanélkülieket támogatjuk, és pedig Hogyha saját vállalkozást szeretnének megnyitni, akkor bizonyos pénzösszeggel tudunk nekik segíteni. Nem kell visszatéríteni ezt az összeget, hogyha legalább egy évig működik az a cég vagy a vállalkozás. 102 személy kapott erre lehetőséget tavaly, ebből négy fogyatékkal élő. Személy. Milyenek a visszajelzések? Tehát segít ez a támogatás nekik, hogy talpon maradjanak, vagy a kezdeteket átviseljék? Szerintem igen, és az is nagyon fontos, hogy nem kell visszatéríteni ezt az összeget. Lehet, hogy némely szakmákra vagy foglalkozásra nem elegendő ez az összeg, de minden esetre segít, hogy az elején, hogy elinduljanak a vállalkozással. Vannak-e olyan programok, gondolok itt például valamilyen képzésekre, vagy felkészítésre, hogy hogyan is menjenek el egy interjúra, egy állásinterjúra a munkanélküliek. Tehát ilyen képzések vagy felkészítések vannak-e a szolgálatnál? Persze, ez egész éven keresztül működnek ezek az úgynevezett munkakeresési programok, tehát tanácsot vagy tájékoztatást tudnak kapni a munkanélküliek, hogyan kell megírni az életrajzot, hogyan néz ki egy állásinterjú, hol lehet szabad munkahelyekhez jutni, tehát hol a legjobb keresni. Meg van a munkakeresési klub, ami már elég hosszú éve működik. Ott is szintén ezekkel a témákkal foglalkozunk, csak sokkal részletesebben. Ott lehetőség van arra, hogy Helyszínen kutassanak a szabad munkahelyek iránt, és leírják az életrajzot, a kollega, aki ott dolgozik, az szívesen segít. És azt is hangsúlyoznám, hogy topolyán is működik ez a klub, tehát akik kishegyesről, meg topolyáról vannak munkanélküliek, azok topolyán részt tudnak venni ebben a klubban. Ezt hogy képzeljem el, hogy hetente egyszer összegyűlnek, vagy milyen klub ez is? Ho hova kell menni, mikor lehet ezt hát, látogatni? Ez a munkanélküli klub... Itt szabadkán az Újvárosházán van a nyolcadik emeleten a százas irodában, a hely miatt nincs a mi épületünkben, csak azért van ott. Mert hogy sokan ez egy, vannak? Igen. Vagy? Tehát ez úgy működik, hogy egy csoport 10, 12 vagy 15 en attól függ, hogy mennyien jelentkeztek. Ez ilyen csoport műhelymunka, és egy vagy két hétig tart ez a, az oktatás lehet úgy mondani. Az egyik lehetőség még a sok közül, hogy állásbőrzéket tartanak. Voltak-e tavaly, lesznek-e idén? Tavaly két állásbőrzét szerveztünk, az egyik a Szabadkán volt, a másik Topolyán. Több mint 80 munkaadó vett részt a ezeken az állásbőrzéken, és 1300 személy, munkanélküli személy látogatta meg a Bőrzéket. Topolyán lehet azt mondani, hogy egy kicsit más volt tavaly az állásbőrze, mert a középiskolák is részt vettek, meg a munkaadók, akik bemutatták a saját munkájukat, hogy mivel foglalkoznak, meg persze voltak olyan munkaadók is, akik szabad munkahelyeket kínáltak. Milyen jellegű munkákat kínálnak ilyenkor legtöbbet? Tehát, hogyha valaki elmegy egy ilyen állásbőrzére, mire számíthat, hogy milyen jellegű munkákra keresnek munkaerőt? Hát igazán nagyon széles a választék. Leginkább gyári munkára, vagy szakmunkásokat keresnek, soroljam is építészetben szakácsokat, pincéreket, nővéreket, elektro, gépész szakmákat, tehát lehet azt mondani, meg egyszerű munkákra is, lehet azt mondani, hogy bárki, aki eljön az állásbőrzére, valahol megtalálja az, ami érdekli. Amit az előbb felsorolt, ez igazából hiány szakmák is, tehát azért keresik, mert hát egyébként nem töltődnek be ezek a helyek, gondolom én. Pontosan, igen, így van. Na most ezek a lehetőségek, ugye a foglalkoztatás segítő programok, a különböző lehetőségek, ugye a munkahelyteremtési a cégek számára, vagy az önfoglalkoztatási, vagy hasonlók lesznek-e idén, és hát mikor várhatók a pályázatok? Pályázatok azt ígérték, hogy februárban lesznek, már mi is várjuk őket, meg ugye a munkaadók, a munkanélküliek is, ami honlapunkon lehet követni ezt, vagy a tanácsadónál, mindenki a saját tanácsadójánál meg tudja kérdezni, hogy megjelentek-e már a pályázatok. Remélem, hogy annyira sikeresek lesznek, mind a, a tavalyi évben. De várhatóan ugyanazok a pályázatok lesznek, amelyek tavaly is nem lesz különbség, valamilyen. Ö, szerintem ugyanazok lesznek. Lesz a köztársasági, akkor a tartományi, meg amit a várossal, a Szabadka várossal együtt, a munkaközvetítő együtt ír ki. Februárban a köztársasági pályázatok lesznek, és később a városi az körülbelül júniusban szokott lenni, és utána a tartományi. No, hát javultak a mutatók Szabadkán, és környékén 12%-kal kevesebb a munkanélküli. Reméljük, hogy az idén is folytatódik ez a tendencia. Reméljük.